egy dolgot nem lehet így megkerülni. Ezt úgy tekintsétek, mintha itt egy ilyen magas kapu lenne. Szoktuk mondani, mint a rögbinél a pálya, vagy a kapu rész, hogy ott oldalt senki nem mehet. Mindenkinek középen kell menni. Ugye a kezek, lábak azért oldalt kiléphetnek, vagy kilóghatnak, ha valaki éppen úgy veszi a lábát, de alapvetően ugye a kettő között kell mindenkinek átmenni. A verseny szabályait magyarázza a bíró a gyerekeknek, ugyanis Bátaszéken került megrendezésre a Melinda Kupa ifjúsági tűzoltó verseny második fordulója, ahol három csapat mérte összetudását. Ez egy versenysorozat, amiben mi bele szálltunk. Kovács Tibiéknek a találmánya volt ez letenyéről. Ők az eszmei szerzői a Melinda Kupának, és ez a Melinda Kupa második fordulója. Próbálunk minél szélesebb körbe, vagy próbáljuk minél szélesebb körbe reklámozni ezt a kupát. Minél több csapat jöjjön el. Így került most ide Újpetréről egy csapat Baranya megyéből. Ő nekik ez a második forduló, az első fordulójuk. Nagyon örülünk nekik, hogy jöttek. Szeretnénk, hogyha ez még bővülne majd a későbbiekben. A Melinda Kupa az azért jött létre, hogy minél többet tudjunk verseny körülmények között gyakorolni, mert az, hogy most évente egyszer elmegyünk egy megyei tűzoltó versenyre, onnan két évente van egy olyan lehetőségünk, hogy tovább jussunk egy országosra, tehát nem tudsz gyerekeket motiválni úgy, hogy most majd elmegyünk a megyei versenyre, egy versenyre, és akkor most már három hónapja készülünk rá. Az egyik, a másik az, hogy így van benne egy kis utazás, egy kicsit megismerjük a másikat, az ellenfeleket, egy kicsit lehet barátkozni, egy kicsit az ő pályájukon lehet szerelni, tehát mindig más, egy kicsit mindig más a dolog, egy kicsit mindig új, és akkor talán egy megyei versenyen, egy országos versenyen már attól, hogy új helyen vagyunk, már nem ijednek meg úgy a gyerekek. Egy kis csapat összekovácsolás, tehát nagyon sok mindenre jó ez a verseny. Lesz egy szerelés, aminek a pályáját itt lehet mögöttem látni, és lesz egy stafétakörbe a 400-as pályán, egy stafétafutás. 9 főből áll egy csapat, plusz egy tartalék van általában a csapatoknál, most vagy van, vagy nincs. De úgy lett kitalálva a Melinda Kupa, hogyha véletlenül hiányos csapattal érkezik az ember, az se probléma, mert a másik csapat kipótolja, és ezzel így tud pontot lopni. Úgyhogy nagyon-nagyon jó ki lett találva ez. Több hónapi készülődés, iszonyatos fegyelem, tehát a pályán egy pisszenés sem lehet. Egy beszédet meghallanak a bírók, az 10 másodpercet jelent a csapatoknak. Nagyon-nagyon sok mindenben lehet hibázni, pont ez benne a lényeg, hogy nagyon-nagyon be kell gyakorolni azt, hogy gyorsak, pontosak és fegyelmezettek legyenek, és akkor, hogyha ez minden megvan, akkor flottul megy a dolog, és akkor tudunk csinálni egy percen belüli szerelést, és az már nekünk jó, tehát az már egy szép idő. A Cikádor Főnix Egyesület csaknem 3 éve jött létre. Elsősorban az ifjúság nevelést tűzték ki célul. Mindenki, aki gyerekként kedvet érez ahhoz, hogy valami ilyesmit csináljon. Nem csak ez, tehát mi nekünk igazából életmentéssel kapcsolatos oktatások is a palettán vannak, kötéltechnikás mentések, tűzoltós dolgok, tehát én is 27 évet voltam tűzoltó, most ipari alpinistaként dolgozom, tehát ezeket a dolgokat mind-mind belevisszük ebbe az egyesületbe, a gyerekeknek az oktatásába, vannak mentős kollégák, akik az életmentésről, elsősegélynyújtásról tartanak oktatásokat, kötözések, mit tudom, én nagyon sok minden benne van. És mellette a versenyzés.